Hidegrázós, igazi döntőhöz méltó atmoszféra fogadta a csapatokat az Aréna Szaváriában, ahol az idegenbeli utolsó másodperces vereség után az egyenlítés reményében lépett pályára a Falkó, a szolnoki olajbányász elleni finálé második felvonásán. A találkozó elején fejfej mellett haladtak a csapatok, Benke Szilárd egy óriási egykezes zsákolással egyenlített. Az első negyed derekán aztán nem a sportpályára való jelenetek borzolták a kedélyeket. Kis összeakaszkodás után a szolnok horvát légiósa, Márián Csakarun tett lefejelő mozdulatot Váradi felé, a játékvezetők visszanézték a történteket, a Falkó csapat kapitánya technikait kapott, Csakarunt pedig kiállították, így kulcsjátékosát veszítette el az olaj. Az első etap folytatása még szorosan alakult, de a második negyedben folyamatosan kezdett elhúzni a remekül kosárlabdázó Falkó, amely Pell Zoltán villanásával 6-ra növelte a különbséget. Az olaj ugyan még fordított, de aztán az első félidő hajrájában ellenállhatatlanul játszottak a sárga-feketék. Keller Ákos dudaszós triplájával a szünetben már 12 pont volt az előnyük. A harmadik negyed elején még jobban állva hagyta a Falkó a szolnokot. Váradi előbb Kellernek adta fel zsákolásra, majd magas ülyeztett el egy trojkát, amivel pillanatok alatt 19-re duzzadt a különbség. Innentől már nem volt esélye visszakapaszkodni az olajnak, a Falkó pedig igazi örömjátékkal szolgálta ki közönségét. Bruzmo hatalmas zsákolása az egész arénát talpra állította. Nagyon élvezte a játékot a szombathelyi csapat, Pell szenzációs hátmögötti passzal hozta zicserbe Váradit, amivel már majdnem 30-al vezetett a Falkó. Az záró felvonásra tehát eldőltek a lényegi kérdések, így a fiatalok is lehetőséget kaptak. A Falkó végül 26 ponttal, 99-73-ra nyert, és magabiztos győzelemmel egyenlítette ki a bajnoki döntő állását. Egy döntő az mindig feszült, tehát ott nincs egy feszültség nélkül mérkőzés. Úgy érzem, hogy a mai meccset végig kézben tartottuk. Az elejétől kezdve változtattunk azokat a dolgokon, amiket kielemeztük, hogy támadásban nem mozgattuk elég jól a labdát. Ma ez nagyon jól megvolt, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó teljesítmény volt mindenkitől. A döntő harmadik meccsét pénteken 15:30-tól rendezik a Szolnok otthonában.